Az elkövetkezendő hetek legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy a képviselőtestület megalkossa azokat a koncepcióterveket, melyek meghatározzák a fejlesztési célokat. Erre építve lehet majd a megjelenő pályázatokon indulni, mondta Lapeszofer Ágnes polgármester. A következő etapnak a feladata az az, hogy megtervezzük azt, hogy mit szeretnénk. Mit szeretnénk, milyen vízióink vannak a város jövőjével, a város jövőképével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy azok a lehetőségek, amik hamarosan megnyílnak a számunkra, itt most akár operatív programokról beszélek, akár kormányzati programokról, akár saját forrásból megvalósítandó beruházásokról. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy lássuk azt, hogy mit szeretnénk elérni, és ahhoz keressük meg aztán az eszközöket. Gyakorlatilag minden olyan pályázatunk benne volt a korábbi célkitűzésekben, amelyeket sikerült megvalósítanunk. Egy apró változást kellett, mert lehet egyébként ezeken a stratégiákon, ezeken a célkitűzéseken változtatni, mert hogy ezek 7-10 évre készülnek, tehát ez van, hogy az élet úgy hozza, hogy ezek változtatása szükségszerű. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy ezt a fenntartható városfejlesztési stratégiát kell megalkotnunk, de teljesen mindegy, hogy milyen stratégiát alkotunk, a víziót, a jövőképet nekünk kell meghatározni. Ezek a stratégiák nem arra szolgálnak, hogy konkrét lépéseket fogalmazzon meg az önkormányzat, hanem arra, hogy a célt megjelölje, amihez majd a konkrétumokat lehet csatolni. Például, hogy talán egy kicsit leegyszerűsítsem, ebben a stratégiában nem az fog megfogalmazni, hogy például ivóvízkutakat fúrunk a városban, hanem vélhetően mondjuk az fog megfogalmazódni, hogy az egészséges ivóvíz ellátás a város lakosai számára továbbra is biztosítva legyen. Ez egy cél, amit nyilván majd új futak fúrásával és a közművezetékek felújításával lehet biztosítani. Az lesz majd az eszköz. Vagy például a kerékpáros forgalom további fellendítése, például környezetbarát közlekedés, vagy a környezetvédelem szempontjából is fontos beruházás egy kerékpárút, hiszen azok, akik kerékpárra járnak, nem autóval járnak, nem szennyezik a forgalmat. Tehát akár még egy ilyenbe is beleférhet egy kerékpárút építés. Azt a célt is valamilyen módon kerékpárút építéssel meg tudjuk valósítani. Vagy az, hogy az ifjúság helyben tartása. Ez is egy cél, ami egy nagyon fontos cél, én azt gondolom, egy kisváros szempontjából, hiszen látjuk, hogy akik elkerülnek egyetemre, azok sokan nem jönnek vissza. Van, aki visszajön, de sokan nem jönnek vissza. Fontos az, hogy még amíg itthon vannak, addig lássák, hogy jó itt élni, szeressenek itt, kötődjenek Tolnához, az identitásuk itt Tolna megyeiként erősödjön, és ne menjenek külföldre, ne menjenek nagyvárosba, például Budapestre. Ezt a célt, ezt el lehet érni például azzal, hogy továbbra is fontos cél a Tolnai gimnáziumnak a működése, a segítése. Ezt a célt, ezt nem mi valósítjuk meg, de ettől függetlenül a város szempontjából egy nagyon fontos cél az, hogy maradjon itt egy jól működő középiskola, lehetőség szerint olyan közösségi tereket hozzunk létre az ifjúság számára, amiket ők tudnak használni, és én azt szeretném egyébként, hogyha olyan ifjúsági szervezetek vagy szervezet is tudna alakulni a városba, ahol a fiatalok megmondanák, hogy mit szeretnének. És ha már a fiatalokról van szó, mondta Tolna polgármestere, az egyik legfontosabb cél egy iskolaközpont építése a városban. Most első körben meghatározzuk ebben a fenntartható városfejlesztési stratégiában ezeket a célokat, és igyekszünk először összeállítani azokat a projekteket, amiket vélhetően a területi operatív programban tudunk pályázni. És nyilván lesznek olyan pályázatok, amikre akár mi tudunk más forrásból pályázni, lesznek olyanok, amelyekre nem mi tudunk, hanem akár állami, akár egyházi beruházások, akár a gazdasági szférából lesznek beruházások, hiszen nem csak mi vagyunk szereplői, tehát nem csak a mi feladatunk ennek a megvalósítása, hanem minden itt élőnek a városban tulajdonképpen.
és akár saját forrásból is, hiszen minden rémhír ellenére az önkormányzatok nem állnak rosszul, legalábbis Tolnaváros önkormányzata nem áll rosszul anyagilag. Ma évről évre arról döntünk, hogy saját forrásból mit tudunk megvalósítani. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy már ilyen 4-500 millió forint között van ez változó nyilván az iparűzési adóbevételünk. Tehát nagy biztonsággal tervezhetünk, hogy akár saját forrásból is, nem milliárdokat, de kisebb beruházásokat, vagy esetleg pályázati ödelőket mellé tudunk tenni. A pénzügyi lehetőségek azt is megengedik, hogy a felsőoktatásban tanulók jelentősebb anyagi támogatásban részesüljenek a következő fél évben. Nekem az lesz a javaslatom a következő testületi ülésre például, hogy ebben a jelenlegi fél évben és a jövő fél évben is 2-2 millió forintot biztosítsunk felsőoktatásban tanuló hallgatók részére, szociális és tanulmányi eredménytől függő. Azt el kell majd dönteni, mondta a Perszófel Ágnes, hogy milyen várost akarunk. Én azt gondolom, hogy Tolnának Paks és Szekszárd mellett nem egy turisztikai vagy gazdasági központnak kell lennie, hanem a meglévő értékekkel kell jól gazdálkodni. Azt gondolom, hogy minden olyan fejlesztéssel a tolnaiságot, a tolnai identitást kell majd megerősíteni, amitől mi megtartó város leszünk, és jó lesz Tolnának lenni.